Kísérletünkben a gyomornedv enzimes bontó hatását vizsgáljuk. Felhasznált eszközeink. Kémcsőtartó állvány kémcsövekkel. Csipesz. Szike. Két mérőhenger, 25 köbcentiméteres, illetve 10 köbcentiméteres térfogat mérésre alkalmas. A vízfürdő előállításához szükséges eszközeink. Bunzenégő, gyufa, vasháróláb, azbesztes drótháló, nagyméretű főzőpohár, benne csak víz, illetve hőmérő. Felhasznált anyagaink, főtt tojásfehérje, desztillált víz, pepsinoldat, sósaboldat és nátriumhidroxidoldat. A kísérlet bevezetéseként elkészítjük a 37 fokos vízfürdőt. Enyhe kevergetés során a hőmérővel beállítjuk a 37 fok Celsiust. Elkészült a vízfürdő, folytatjuk a kísérletünket. Pepsinoldatból egy-egy köbcentiméternyit kimérünk. És a kémcsövünkbe adjuk. A harmadik kémcsőbe is teszünk. Ezután a 14 köbcentiméter vizet is kimérünk mérőhengerben. És a V betűvel jelölt kémcsőbe tesszük a pepsinoldathoz. A sósabból is ugyanekkora térfogatot mérünk ki.
és a sorsa jelét tartalmazó kémcsőbe öntjük a Pepsi oldathoz. Majd pedig ezt nátrium-hidroxid oldattal is megismételjük. Ezután a kémcsövekbe főtt tojásfehérjét teszünk, mindegyikbe azonos mennyiséget. Szikével vékony kis szeleket vágunk, és ezt három egyenlő részre osztva belehelyezzük a kémcsőbe. És ezután a kémcsöveket a 37 fokos vízfürdőbe tesszük, és a kísérlet eredményére 24 órát várni kell. A kísérletünk eredménye a három kémcsőben látható. A jobb kezemben lévő kémcsőben víz és pepsinoldat volt tojásfehérjével, a középső tartalmazta a nátrium-hidroxid oldatot, a pepsint és a fehérjét, és a bal oldalon pedig a sósavat, a pepsinoldatot és a fehérjénket. A kémcső alján látható, hogy a három egyenlő mennyiségű fehérjéből a sósavas és pepsines közegben a fehérje mennyisége az csökkent a másik két kémcsőhöz viszonyítva. A vizes kémcsőben nem történt változás a fehérjénkkel, a lúgos közegben szintén ezt tapasztaltuk. A pepsin fehérjebontó enzim, amely savas közegben fejti ki a hatását. Ezért a sósavat és a pepsinoldatot tartalmazó kémcsőbe a fehérje mennyisége csökkent, ugyanis a pepsin a fehérjét kisebb egységekre, oligopeptidekre, dipeptidekre bontotta le. A pepsin, ha változik a környezetkém hatása, vizes közegben semleges, lúgos közeg, a nátriumhidroxidos közeg, ezekben nem fejti ki a hatását, ezért nem történt a fehérjével változás. A 37 fokos vízfürdőbe azért kellett tenni az oldatainkat, ugyanis ez modellezi az emberi testhőmérséklet 37 fok Celsiusát, ami optimális ahhoz, hogy az enzim kifejthesse hatását. A pepsin a gyomorban termelődik, ennek előanyagát, a pepsinogént a fősejtek termelik a gyomorfalban. Ez bekerül a gyomor üregébe, és a sósav hatására aktiválódik pepsinné. A sósavat a fedősejtek termelik hidrogénion és kloridion formájában, amely a gyomor üregében áll össze sósavvá. Ez biztosítja egyrészt a pepsinogén aktiválását, másrésztről pedig különböző méreganyagokat, baktériumokat is semlegesít az erősen savas kémhatású közeg, ez 1-es és 2-es pH közötti tartományba esik. Hogy a gyomor falat ne támadhassa meg ez az erősen maró hatású gyomornedv, a gyomorsav, ezért a melléksejtek olyan anyagokat termelnek, amelyek bevonják a gyomorfalát, ez főleg mucin, és így megvédik a gyomorfalat a fölmaródástól. Stressz hatására ez a hatás, ez megszűnik, ezért lehet gyomorfekét kialakítani, illetve kapni stressz hatására.
A gyomornet elválasztása lehet feltétlen reflex, ennek az ingere nem más, mint hogy táplálék kerül a szájüregbe, és megindul a gyomorban a gyomorned elválasztás. A másik lehetőség pedig, hogyha valami finom ételre gondolunk, akkor az étel gondolatától is, mint feltétlen reflex, szintén megindul a gyomorned elválasztása. Köszönöm a figyelmet!